az apró közösségekből, sok hátrányos helyzetű faluból és sok dinamikusan fejlődő településből álló világ társadalmi, gazdasági előrehaladásához elengedhetetlenül szükséges garancia a béke. A világ békéjének nincs észszerű alternatívája. Nézőink közül bizonyára sokan hallottak már az Orvosok a nukleáris háború ellen elnevezésű mozgalomról, és talán arról is, hogy az elmúlt hét a kutatók nemzetközi békehete volt. A Magyar Tudományos Akadémia regionális központjaiban orvosok, fizikusok tartottak tudományos előadásokat. A következő beszélgetés a Pécsi Akadémiai Székházban készült. Nemrégiben jelent meg Weinbrenner Rudolf Itt a világ vége című könyve. Ebben a könyvben több felmérésre hivatkozva azt állítja, hogy a nukleáris háború az, ami az emberiség végét jelentheti. Igaz ez? Ez egy ráadásul egy olyan veszély, amelyik valóban nem csak az emberiség, jelenleg élő emberiséget károsíthatja, hanem azt a természeti környezetet, amiben a jövő generációknak kellene élni. Éppen ebben van ennek a jelentősége az ilyen összejöveteleknek, hogy részben továbbítjuk azokat az ismereteket, amelyeket nemzetközi bizottságok tárnak fel azokról a veszélyekről és következményekről, amelyekkel egy esetleges nukleáris háború járna. Az Egészségügyi Világszervezet éppen ez év tavaszán adott ki egy tekintélyes dokumentumot, amelyben úgynevezett szenáriókat terveztek meg, tehát azokat a következményeket tervezték, és látták meg előre, amelyekkel esetleg egy adott mennyiségű nukleáris töltet felrobbantása járna. Mind az egészségre, tehát az emberi egészségre, mind az egészségügyi szolgálatokra, tehát hogy van-e remény abban az esetben, ha egy nukleáris töltetet valahol fölrobbantanak, van-e remény orvosi segítségadásra, másrészt pedig a környezetre. Tehát hogy hogyan történik a növényeknek, az állatoknak a pusztulása, mennyi marad meg, mennyi nem marad meg, stb. Én ebben látom ennek a mozgalomnak a jelentőségét, hogy nagyon széles körben teríti ezeket az információkat, amelyek azért az emberek tudatát befolyásolják. Akár egy értelmiségi emberről van szó, akár egy munkás emberről, akár egy politikusról, talán még egy katonáról is. Ez a kör tovább bővült azzal, hogy nem csak orvosok vesznek részt ebben a mozgalomban. Ez nem kizárólag orvosi kérdés. Ez hova tovább az egész emberiségnek a problémája. Az, hogy az emberiség az tovább fog élni, vagy pedig ez a természetet befolyásoló, természeti környezetet befolyásoló hatás, amit egy nukleáris háború kiválthat, ez magát az emberiségét is pusztíthatja el. Tehát a kérdés maga úgy hangzik, amit valószínűleg nem én fogalmaztam meg először, hanem azt hiszem mintegy 20 vagy 25 évvel ezelőtt, már mások is megfogalmaztak, hogy vagy az emberiség pusztítja el a háborút, vagy pedig a háború pusztítja el az emberiséget. És ez itt az alapvető kérdés, ezért nem maradhat közömbös sem a természettudós, sem a társadalomtudós, sem pedig egyetlen egy gondolkodó ember sem. Történelmi tények mutatják, hogy az legelső költségvetés, amely a nukleáris, tehát az atombombának az előállítására irányult mindössze 6000 dollár volt évente. Most meg kell nézni, hogy hány milliárd dollárnál tartunk. Én is a saját kutatási programjaimon érzem ennek a nagy katonai költségvetésnek a hátrányát. Nem jutok azokhoz a modern készülékekhez hozzá, nem csak én, mások sem, amelyekkel eredményesen lehetne azokat a problémákat megoldani, amelyek mondjuk a beteg embernek a meggyógyítását lennének hivatottak szolgálni. Ehhez talán hozzájárulhatok egy-két adattal. Ugye jelenleg a világ fegyverkezési költségvetése kb. 900 milliárd dollár. Hát ebből kb. 2500 jutna ugye egy napra. Ez annyit jelent, hogy 3 órányi fegyverkezési költségből lehetett eltörölni a föld színéről a himlőt, mint betegséget.
és körülbelül 5 órányi fegyverkezési költség volna ahhoz szükséges, hogy a maláriát el lehessen törölni a föld színéről, azonban erre most nem jut fényt. Milyen eredménye lett ennek a mozgalomnak? Változik-e majd ettől valami? Hát én őszintén hiszem, hogy változik, hiszen nem csak az orvosoknak a mozgalma, hanem a természettudósoknak a mozgalma is számos olyan ismeretet tárt föl, amelyet korábban nem lehetett tudni. Ha nem bíznék benne, akkor nem csinálnám. Én azt hiszem, hogy csak nem valamennyi társadalmi mozgalom az kedvező irányból befolyásolta már a politikai döntéshozókat.